Az alkotók fő támogatója a Samsung. Hello, Petra, van egy kis gond. Mi a baj? Nem lesz jó a hálóba az az ágy. Azt szeretném, hogy te tervezd meg azt is. Idő. Oké, megoldom. A megrendelővel nagyon sok ágyat néztünk abba a speciális hálószobába, amit én neki terveztem. Ugye itt főleg egy olyan teret próbáltam kialakítani, ahogy szintén a ház több területén, hogy egy butik hotel hangulat fogadja. Hát ide, mivel kék gyakorlatilag a tapéta, a szőnyeg, a mennyezet, minden, és a kiegészítő színünk az arany, viszonylag nehéz volt találni olyan design bútort, ami stílusban is illik ide. Rengeteg ágyat megnéztünk, tényleg rengeteget, és egyszerűen a megrendelő nem volt elégedett. Én egy ideje foglalkozom bútor tervezéssel, de most ennyi munka mellett ez egy kicsit meglepő volt, de nagyon-nagyon megtisztelő. Hello! Szia Csaba! Szia Petra! Ó, ez aztán a nem semmi. Kilegyenesben vagyunk, mit szól? Igen. Hónapok óta mondjuk, de most igen. Már azért a közelébe érkezik. Hajlamos vagyok, most már elhívom. Mert látjuk az alagút végén a fény. Hát igazából tényleg nem vicc, hogy a célegyenesben vagyunk. Onnan hátulról előre felé jövet a mai nap folyamán készen leszünk a rejtett világítással, a dobozokkal, a nappali hangszigetelőfallal, egyebekkel. Aha. Itt a konyha részen is elkészültünk a előtétfallal, ami még hiányzott, annak a spalettáját kell még kiragasztanunk. Sanyival beszéltem, egyelőre az ő részéről nem zárhatjuk ezt a konyhai habitós falat, neki nem lesznek benne valami vezetékei. Igen, az előszoba világítás. Itt vagyunk majd ugye ezzel az ominózus íves fallal még, hogyha a Laciék elcuccolnak innen, akkor ezt kellene ügyesen kitalálnunk, de azt gondolom, hogy már ez is egy viszonylag gyorsan mehető dolog. Igen, arra kell majd nagyon figyelni. Van egy intelligens vécénk, ami ide jön. Ugye a köré kell gyakorlatilag amellett elindítani az ívet, de ugye a hátsó résznek, a szerelvényhelynek meg kell tartanunk a helyet a rétegrendbe. Ahol itt állsz, itt lesz egy 60-as ajtó, ami befelé nyíló, síkban záródó tapéta ajtó. Ezen az egészen ugye kívülről lesz egy 3D mopa fal, és el szeretném dugni az ajtót, hogy ne nagyon látszódjon. A kis pengefalat azt majd be kellene méreteznünk a WC-nek. Ugye ott muszáj egy egyenes szakaszt csinálnunk, amire majd a Laci be tudja állítani az állványát. Ott szintén a föntihez hasonlóan lesz egy installációs fal, ahol ugye el tudja vinni a WC-nek a szennyvizet. És hát tulajdonképpen a többi méret az igazából adott. Adott, így van. A mosdót kell kitalálni. A mosdót azt én innen erről a falról átfordítottam arra a falra, tehát gyakorlatilag a gőzkabin és az intelligens toalett között szembe, nagyjából a bejárattal szembe, hogy egy szép látványt kapjunk, tehát nyilván ne a gőzkabinra lássunk belépéskor, hanem egy dekoratív szép mosdót választottam ide, egy fekete arany gyönyörű szép mosdót, és akkor avval egy ilyen pultra ültetett, és akkor azt fogjuk itt látni. Okés. De most, hogy fölnéztem, most végem van. Az a revi felirat, ugye, az nem a fürdőszobában egy revíziós ajtó. Már pedig az? Ne. Ne. De az miért ott van? Hát mert ott van a Laci kollégának az osztógyűjtője. Hát azt nyilván értem, de miért ott van? Miért nem ott van a szélén? Ó, úristen. Mosom kezeim, hívjuk Lacit, meg fogja mondani, hogy miért ott van. Ezt majd akkor vele beszél meg legyen. Jó, oké. Okay. Jó, nekünk valószínű ez fog maradni utoljára, illetve a jövő hét folyamán már akkor az ajtókat szerelnénk a felső szinten, az ajtólapokat. Tapétázáson, úgyhogy most már kerül fel az íre a pont lassan. Nagyon helyes, már nagyon vártam, ideje volt.
Azonnal hívtam Lacit, aki azt mondta, hogy a gépészeti osztógyűjtő kialakítási helye miatt nem lehet változtatni a revíziós ajtóhelyén. Én nem odaraktam volna az osztógyűjtőt, ezért nem értettem vele egyet, de az időhiány miatt tudomásul kellett vennem a történteket. Halkan jegyzem meg, hogy azért a gépészekre is ráférne egy dizájn tanfolyam. Nem mindenki tudja, hogy nagyon sok munka az, hogy összeválogassam az adott termékeket egy lakásba, egy épületbe, egy irodába, bárhol. Ugye általában az emberek az eredményt látják, és azt, hogy az összkép milyen szép. De az, hogy akár még egy csapért is mennyit kell menni, és mennyi feladat azt megtalálni, kiválasztani a megfelelő anyagból, dizájnból, színből, azt azért nem szokták tudni. Az utóbbi években átvéve mondjuk jellemzően a nyugat-európai trendeket, igaz az, hogy a színek dominálnak a fürdőszobában és a konyhában is, ahogy láttuk, fekete színű lesz a csaptelep a konyhában is. Tehát már elmúlt az az idő, amikor minden bézs vagy egyszínű, fehér, klasszikus fürdőszobai színekkel. Ez igaz egyébként a szerelvényeknek a formájára is. Tehát azon túl, hogy sokkal bátrabban használnak színeket a belső építészek, illetve a fogyasztók is sokkal bátrabban nyúlnak ezekhez a színekhez, úgy a formákra is ez igaz. Színes csaptelepek régebben is léteztek, ezek jellemzően egyedi gyártású csaptelepek voltak, most viszont már a gyártók nyilván igazodva ezekhez a fogyasztói trendekhez és elvárásokhoz, nagyobb mennyiségben gyártják ezeket a színes csaptelepeket. A színek dimenziójában pedig hát a fekete és az arany az abszolút. Igen, ez az új trend, most ezt nagyon szeretjük. Nem szabad szem előtt éveszteni azt sem, hogy az energia és a víztakarékosságra most már sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a fogyasztók. Most már ehhez a trendhez minden gyártó alkalmazkodott. Nem csak azért, mert ez egy jó PR fogás, hogyha a fenntarthatóságot szem előtt tartja egy gyártó, hanem elég tetemes összeget meg lehet spórolni ezekkel a termékekkel. Sokan a vízfogyasztásra helyezik a hangsúlyt a gyártóknál. Nekem ezen túl még a vesszőparipám az energia takarékosság, mert hogyha egy víztakarékos csaptelepet veszünk alapul, akkor a megtakarítások, tehát mondjuk egy egyszerű háztartásban a megtakarítások mondjuk egy harmad rész, ami a vizet érinti, viszont kétharmad rész az energia, megtakarított energia, hiszen kevesebb meleg vizet kell előállítani, sokkal kevesebb energia kell hozzá, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Mindeközben Csaba rábízta csapatára az íves fal befejezését, és ő az emeleti háló tapétázásába kezdett. A tapétázásoknak sok esetben nem is nagyon állok neki, csak akkor, hogyha tényleg ilyen viszonylagos nyugalomban érzem magam, mert én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elkapkodni. Főleg nyilván egy drágább tapétánál én magam sem szeretném azt, hogyha valamit adott esetben én rontok el, akkor nekem kelljen finanszírozni a következő adagot. Meg hát természetesen ez egy ilyen feszített tempónál, egy ilyen határidőnél azért nem fér bele. Tehát itt nem tudom, mennyi időt kellett várni ezekre a tapétákra, mire megérkeztek. Most, hogyha én elrontom, újból rendelni kell, hetekkel csúszik a projekt. Felettelelé bátran bármik a színekkel és a különböző ugye, ilyen geometriai formákkal összességében. Valószínűleg ő jobban látja már a szembe előtt az egészet. Nekünk majd most fog szépen kirajzolódni. Ez mindig egy probléma, hogy a tisztítószert soha nem direktben nyomjuk rá a termékre, hanem mindig a rongyra. Ugyanis, hogyha egy ilyen spritznis eszközzel ráküldjük a tisztítószert a termékre, réseibe nem enne be az a tisztítószer, és ott szépen az évek vagy hetek során elkezd dolgozni, elviszkövesedik, és aztán nem érti a felhasználó, hogy miért nem nyílik a csaptelepe. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Igen, igen. Erről nem szoktunk egyébként tényleg beszélni, de ezt majd én is jelzem a megrendelőmnek, hogy az ilyenekre figyeljen oda, mert hogy ez milyen fontos. Fekete kerámiához kéne nekem egyrészt egy konyhai csap, másrészt pedig, ahogy mondtam neked, ehhez a kerek aranyszín üveg mosdóhoz kéne szintén egy matt fekete kerámia, hiszen ott az egy pultra helyezhető mosdó,
és ott maga a pult, ez egy ilyen kvarc, fekete kvarcit anyagból készült pult lesz. Az stílusában, anyagában, fényében az ahhoz fog illeszkedni. Fontos, hogy ergonomikusan legyenek összepárosítva ezek a termékek, tehát mondjuk egy 120 centis szaniter kerámiára mondjuk ne egy 10 centi magas csaptelep kerüljön föl, mert nagyon rosszul is néz ki, ergonomiailag meg konkrétan használhatatlan. Úgyhogy a magasság tekintetében sokkal nagyobb a választási lehetőség. Egy normál króm csaptelep raktárhoz szinte azonnal szállítható. Uh-huh. A színes csaptelepeknél azért ilyen 4-6 hetet azért mindenképpen. Igen. Jó, rendben, akkor én ezt tudomásul veszem, ezt úgyis össze tudom hangolni a beszereléssel. Oké, akkor köszönöm. Köszönöm szépen. Szia. Kapcsolj már fel, és egy légy szíves. Sötétben tapétáztam, így jó? Ah, ah, ah. Mint a csillagoség. Hú, ez frankul. Persze, én is fogom ezt működni. Szerintem mi fog kentesni a gyöntől? Nem bírtál hibázni, látod? Á, nem sikerült. Teltek múltak a napok, a jól összeszokott kivitelező csapatnak köszönhetően szépen haladt a munka. Időközben kaptam egy hívásokától, hogy ismét ugorjak be hozzá a szalomba, mert még mielőtt véglegesíteném az általam kiválasztott termékek listáját, szeretne még néhány frissen érkezett érdekességet megmutatni. Gyere, mutatok neked pár újdonságot. Formavilág szempontjából új csaptelep dizájnok kerültek most be hozzánk is, aha, színben is, formában is, stílusban is. Látom, hogy azért itt a titán szín is bejött, igen, mint igen. Színvilág. Igen, ugye most már azért tényleg elvonatkoztathatunk a króm színektől. Igen. Azért a szín az egy fontos momentum lett. Igen, nekem is a dizájnban általában azért fontos szokott lenni, hogy egy téren belül hasonló anyagok, hasonló színek legyenek. A manapság már egy picit változott az irány, tehát már nem csak arról van szó, hogy hazajárok aludni és csak a munkával, hanem ugye a sokaknak a munka annyira stresszes, annyira sok energiát kivesz az életéből, hogy inkább törekednek arra, hogy az otthonuk az egy biztonságos, az egy kellemes, az egy nyugodt környezet legyen, tehát így fontosabbá vált az, hogy mikkel veszik körül magukat. Visszatértek a picit retro burkolatok most a trendekbe, méret szempontjából ezek a kisebb formátumok, viszont egy jóval különlegesebb, jóval elegánsabb külsővel. Igen, egy kicsit égetett. Nagyon szép. Égetett üveg jelleggel. Égetett máz. Nagyon szép. És akkor látom, hogy itt van többféle méret. Igen, igen. Ajánlom figyelmedbe ezt a másikat, igen. Aha. Ő is retro, mégis gyönyörű. Modern. Ez a májba szín nagyon szép. Mi van még? Hát, fenntarthatóság. Ah, ennek a tekintetében imádom. Szeretnék neked mutatni valamit. Megkínálhatok egy pohár vízzel? Megköszönöm. Szia! Szia! Gróf András. Klauser Robert. Örülök. Figyelj, az lenne most itt a feladatunk. Én a burkoló csapatot irányítom, és úgy tudom, hogy a homlokzat kijavítása, megoldás az rád vár, és azt szeretném veled átbeszélni, hogy ennek a technikai része hogy lenne, burkolás, mit hova burkolunk, stb. Jó? Jó. Mivel mindenhol, minden szakma és minden szakág ugye egyértelműen egymás után következik, és össze kell, hogy dolgozzunk, az Andrással egy pár szóba át fogjuk beszélni, hogy a homlokzat felújítás, vagy a homlokzat elkészítésénél, a teraszoknál, a lábazat burkolásánál ugye ott találkozunk, hogy lesz a visszigetelés, ki után dolgozik,
és pontosan milyen anyagokkal fogunk dolgozni, mert van jó pár külső helyszínünk, teraszok, előterek, és ott szinte mindenhol különböző anyagok lesznek. Lesz mészkő, lesz kerámia, lesz sötét, szürke, lesz világos, és ennek megfelelően mindenhol más a hőtágulás, különböző visszigeteléseket kell alkalmaznunk, úgyhogy ennek a pontos meghatározása lesz most az elkövetkezendőkben. Az lenne itt a legelső kérdés szerintem, hogy álmányozni fogtok, nem fogtok? Igen. Fogtok álmányozni? Így van. Akkor ez meg is oldódott. Az első kérdésem az lett volna, hogy először burkolunk, utána csináljátok a homlokzatot, de akkor először a homlokzat lesz, mert ugye nem tudjuk megvédeni a köveket, jó? Amit még a lábazat, akkor a lábazatot utólag felrakjuk, mert akkor ti lementek egészen a színnel. Igen, és akkor annyi a kérés, hogy ez legyen elragasztva. Jó. A szín, hogy, mert ugye azt nem tudjuk javítani. Jó. Szóval amikor burkoljátok, akkor legyen szépen elragasztva a lábazat fuggázásánál tulajdonképpen. Jó. Akkor hajlatszalag, visszigetelés, minden megy, annyival magasabb lesz a lábazat legfeljebb, akkor ott azt így megoldjuk, jó? Jó. Hát annyi, hogy igazából itt látom, hogy azért voltak előttünk olyanok, akik nem nagyon óvták meg ezt a betont, nem tudom, ez nektek mennyire befolyásoló tényező. Én azért úgy gondolom, hogy letakarjuk azért előtte, hogy nektek könnyebb legyen. Minél kevesebb rajta a probléma nekünk, annál jobb, ezt mindenképpen egyenlíteni kell, vagy fölcsiszoljuk még, ez egy nagy kérdés, hogy valószínűleg ezt egy csiszolással felcsiszoljuk. Ez egy csiszolás? Ez száraz. Burkolás szempontjából a külső munka mindig nagyobb odafigyelést igényel. Visszigetelés, időjárás viszontagságok, főleg mi természetes kövel dolgozunk nagy mennyiségben. Itt az UV-sugárzás, hogy védjük meg a követ, milyen anyagokkal impregnáljuk utána, alatta a páraképződés, ezek a vízkivezetések, tehát azért lényegesen nagyobb odafigyelést igényel egy külső munka, mint egy belső. Akkor megkínálnának egy pohár vízzel. Ó, köszönöm. Ugyanis a fenntarthatóság jegyében most már nem csak normál csapvizes megoldásról, hanem szűrt vizes megoldást is tudunk alkalmazni a konyhánkban. Finom. És hűtött. Egy abszolút kényelmes megoldás, gyakorlatilag a PET palackokat el lehet felejteni. Hát szerintem is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a környezetvédelem, a tudatosság, tényleg ne gyűjtsük ezt a rengeteg műanyagot. Hiába van szelektív hulladékgyűjtés, én is például látom a saját háztartásomban, hogy mindig az a legtöbb, a műanyag. Abszolút, igen. Tehát, és ez azért úgy elgondolkodtatja az embert, hogyha minden háztartásban, minden város, minden ország és globálisan, akkor ez egy iszonyat mennyiség, amit termel az emberiség, úgyhogy erre tényleg érdemes odafigyelni. Manapság már az is nagyon növeli az ingatlanjaink értékét, hogy milyen berendezések találhatóak. Tehát értem ezt az alatt, hogy a fürdőszobában milyen csaptelepeink vannak, ugye vannak húzó nevek az ilyen szanitár vonulatba is, tehát az, hogy milyen csaptelepek kerültek, az, hogy perem nélküli vécénk van, eleve az, hogy mondjuk fali vécénk van, nem a hagyományos gyerekkorunk álló vécéje, tehát ez mind sokat jelent. Az, hogy például vízszűrős csaptelep van-e a konyhánkba, vagy egy sima mosogató csaptelep, ez mind növeli otthonunk értékét. Különböző filtereket fel lehet használni ezekhez a készülékekhez, de alapvetően ami mindegyikben közös, az, hogy a vízben lévő íz és szaganyagokat, illetve a klórt kiszűrhetjük, tehát ezáltal válik a budapesti meglehetősen kemény és hát nem túl finom ízű víz egy ilyen lágyabb, jóval inkább fogyaszthatóbb változattá. Ez a nehéz fémeket kiszűri? Igen, kiszűri. Uh-huh. Ez nagyon fontos egyébként, mert ez nem egy egészséges dolog, igaz? Mi az, amit még szűr egyébként, vagy milyen mikronnagyságig? 0,2 mikronnagyságig szűri, tehát a normál szűrt víz ugye 1 mikron nagyságú, és ezt még
ugye ő 0,2-re leszűri. Nekem ez a dizájn is tetszik. Igen, ugye formavilágban azért most már ott tartunk, hogy a hagyományos mosogató csaptelepek is már, hát mondhatjuk úgy talán, hogy a múlté. Tehát azért itt is a dizájn, a formák az abszolút teret kaptak. A konyhát stílusának megfelelően különböző formájú, L-alakú, U-alakú, C-alakú csaptelepek vannak, kihúzható fejes, normál mosogató csaptelepek, tehát tényleg itt is gyakorlatilag most már csak a fantáziád és a megálmodott stílusod az, ami meghatározza. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megmutattad. Szerintem van egy-két dolog, amit még így befrissítek a terveimbe. Na? És akkor visszatérek hozzád. A kiskörutam utolsó állomásaként ellátogattam kedvenc tapétaszalonomba is, de ezúttal függönyök miatt, mert már azt is tartanak. Hello, hello! Szia, szia! Na, itt vagyok ismét. Te tudod, hogy örülünk, hogy látunk. Imádlak. Figyelj, függöny. Sok. Másik kedvencem. A függönyök újra a reneszánszukat élik. Nagyon új anyagokat, nagyon sok új textúrát, nagyon sok új mintát hoztak ki a gyárak. Érdekesség, hogy vagy nagyon-nagyon dús mintákkal találkozunk, vagy nagyon-nagyon letisztult mintákat vezettek be ugye a gyártók. Ez nekünk szerencsés, hiszen a tapétáinkhoz tudjuk igazítani őket. Kifejezetten szeretjük azokat az anyagokat, amiket többféleképpen, több szempontból is felhasználhatunk, és mi próbáltunk olyan anyagösszeállítást, hogy akár kárpitként, akár dekorként, akár sötétítőként is fel tudjuk használni. Színekben még mindig az ekrű, a fekete, kicsi arany, alsó szint, körbe, és ugye a konyhánál matt fekete konyhabútorunk van, az étkezővel szemben van egy hullámos fal, amin ugye a 3D panelek vannak, aranyszínben, viszont vannak feketés falfelületeink, és egészet egy olyan dizájnba szeretném megalkotni, ami kicsit ez a moziszoba jelleg. Szereted a színházat, úgy látom. Jaj, bizony. A színház az egész élet. Így van. Hát mivel, hogy elég sok és mozgalmasak már a falak, illetve a padló, nem hinném, hogy a textíliákba kellene túl sok mintát belevarázsolnunk. Arra gondoltam, hogy inkább csak az anyagnak a fénye, a minősége, ami visszaadhatná azt, hogy mennyire szép és elegáns lesz ez az interjőr. Nagyon vártam, hogy Petra visszatérjen hozzánk, mert tudtam, hogy függönyre is szüksége lesz, hiszen egy lakás az nem lehet teljes textilek nélkül, az adja meg ugye a puhaságát a térnek, az interjőrnek, a szobáknak a kellemességét. És picit előre is dolgoztam, pontosan ezért átnéztem ugye a terveket, hogy mit tudok majd neki javasolni a függönyökből. Több színt kombinálnánk össze, ugyanabból az anyagból. Meg is tudom neked mutatni, amit mi nagyon szeretünk egyébként, ugye ezt a mintasálat. És amit te mondtál, ugye a fekete, egy gyönyörű, fényes, szép, fekete mély összeállítás lenne. Akár kombinálhatnánk egy gyönyörű, fehérrel. Fényes fehérrel. És persze, igaz, hogy félsz egy kicsit az aranytól, de azért a játékosság kedvéért vissza lehetne, hogy köszönjön az arany, akár a így van. Konyhába gondolok itt, hiszen a fekete bútor mellé. Igen, ott sok a fekete így és van. A fehér. Kell egy kicsit, ami látságot biztosít neki, és azért gondoltam, hogy ott lehetne akár egy arany. Nagyon jó. Akkor, amikor én a megrendelővel elkezdtem egyeztetni erről a projektről, akkor neki az elképzelése egy minimál stílus volt, mert gyakorlatilag olyan sok idő eltelt ahhoz képest, hogy mi elkezdtünk dolgozni együtt, és olyan sokat csúszott ez a projekt építésileg is, hogy azóta viszont ugye a trendek nem álltak meg, a divat nem állt meg, a színek minden évben változnak, a formák, stb. Úgyhogy én próbáltam vele egyeztetni erről, és azt gondolom, hogy az a minimál, ami még bizonyos idővel ezelőtt trendinek tűnt, az most már akár elavult is lehet.
Valóban sok feladat áll előtted, mert rengeteg hiba van, amit szakszerűen kell kijavítani. Heti nyereményjáték kérdésünk a következő. Hova kell fújni a tisztítószert egy modern csaptelepre? A. Közvetlenül a csaptelepre. B. A rongyra, amivel tisztítunk. C. A levegőbe. A játékot a facebook.com/azalkotók oldalon indíthatjátok el. Helyes megfejtőink között kisorsolunk egy 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Hansgrohe Kft. Felajánlásával. Támogatóink: Saint-Gobain csoport márkái, a Rigips, az Isover, a Habito, Benedek és Társa Kft., Hansgrohe Kft., a Monstone, Magidi Kft., Octogon Deco magazin, Jupp Kft., glettek, festékek és vakolatok, Heli Hansen Workwear.